90 éves korában elhunyt Csávósi György költő, színműíró, borszakértő. Csávósi György 1955 óta közölt verseket, majd színműveket. Szépirodalmi művei mellett mezőgazdasági szakíróként is tevékenykedett. Több kötete jelent meg a szőlőtermesztésről és borászatról is. Emellett tanárként és a romániai magyar civil társadalom egyik vezető alakjaként volt ismert. 2009-ben kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét. Csávósi Györgytől a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is kegyelettel búcsúzik.